Húsvéti kézműves különlegességekkel, mézzel, sonkával várták a Vödön piacra érkezőket a hazai termelők. Március 10-én és 11-én a Szeged Pláza ismét otthont ad a húsvéti Vödön piacnak. Az első Vödön piacot 2013. szeptemberében szervezték meg. Hát igazából sokat jártunk az országon különböző ilyen termelői meg kézműves piacokon, és nagyon megtetszett ez a dolog, úgy éreztük, hogy ez egy kicsit más, mint egy hagyományos piac, és mivel Szegeden akkoriban még nem volt hasonló kezdeményezés, ezért úgy döntöttük, hogy megpróbáljuk, hogy... Az évek alatt sokan megismerték a Vödön piacot, de vajon tudják-e, hogy honnan ered ez az elnevezés? Azért lett Vödön piac a neve, mert próbáltunk, akkor még ugye ez egy nagyon pici piacnak indult, és főleg a termelőkre fókuszáltunk, és próbáltunk valami olyan egyszavas nevet kitalálni, ami kellően furcsa ahhoz, hogy könnyen megjegyezzék, és végül így közösen megszavaztuk, hogy a Vödön az, ami a legfurcsábban hangzik, ugyanakkor a legjobban passzol. A gyerekek hangulatáról a Csiga Duó gondoskodott. Itt vagyunk a Vödön piac helyszínén, ahol hamarosan megtörténik az országos gyerekfelemelési kísérlet. A kísérleten való részvétel feltétele volt az előzetes regisztráció. Figyelj! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Emeljétek jól magas a gyerekeket! Ez az! Emeljük föl a gyermekeket! Szuper! Hajrá Szeged! Nagyon jó vagytok! Köszönjük, köszönjük! PowerPoint technikával foglalkozom, ami azt jelenti, hogy a szobrok azok egy váz alapon készülnek, és alufóliából alakítom ki a testnek a formáját. És utána egy PowerPoint technikának nevezik, tehát egy PowerPoint anyag, ami keményít is, meg ragasztó is, meg keményít is. A Vödön piac egyre nagyobb népszerűségnek örvend, sokan látogatnak el ezekre az eseményekre.